Szeptember 1-én becsengettek és megkezdődött a 2021-2022-es tanév az iskolákban. A szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben több ezren ültek be az iskolapadba. Hát az intézményeinkben 9089 tanuló fog holnap iskolapadba ülni, közülük 999 az elsős. Az oktatási intézményekben felkészültek a diákok fogadására, és fokozott figyelmet fordítanak a higiéniás és az alapvető egészségvédelmi szabályokra. A nyár folyamán megtörténtek minden intézményünkben a nyári karbantartások, felújítások, a nyári nagytakarítások, az iskolák fertőtlenítve várják felkészülten a diákokat. Mindenhol rendelkezésre állnak a tisztítószerek. Az intézmények már tavaly elkészítették a járványügyi protokolljukat. Ez a járványügyi protokoll tartalmazza egyrészt, hogy az iskolán belül a COVID elleni védekezéshez milyen szabályokat kell betartani, hogyan kell fertőtleníteni, másrészt pedig tartalmazza, hogy hogyan tud az iskola átállni a tantermi oktatásról a digitális oktatásra. Egyelőre azonban nincs szó arról, hogy maszkot kellene viselniük a tanároknak, vagy éppen a diákoknak, és testhőmérsékletet sem mérnek az iskolák bejáratainál. Az intézmények pedig a jelenléti oktatásra készülnek. Az a terv, hogy az egész idei tanévet így vigyék végig, tette hozzá Gerzsei Péter. Most mindenhol tantermi oktatással készülünk, tehát holnaptól jelen vannak a gyerekek az iskolában, és reméljük, hogy ez az egész év során így lesz a tanév végéig. Amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi, és az operatív törzs úgy dönt, ebben az esetben jöhetnek szigorítások, tehát ezt meg reméljük, hogy ezekre nem kerül sor az év során. A kormány adatai szerint a 12 év feletti diákok közül a nyáron 185 ezeren felvették a vakcinát. Eddig csak nem 50 ezer 12 év feletti általános és középiskolás gyermeket regisztráltak a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. Ezeket augusztus utolsó napjaiban, valamint szeptember 2-án és szeptember 3-án tartották az intézményekben. Az oltás Pfizer vakcinával történt meg. A tanárok körében már 85%-os az átoltottság a koronavírus elleni vakcinával.